Ez az Értágító. Valószínűleg az első romániai magyar nyelvű podcast csatorna. Mindenkit szeretettel köszöntök, ez itt egy újabb értágító, a mikrofonnál Rupácsics Judit Csilla. Kedves vendégül velem a stúdióba, Major Murgúj Zsuzsa. Na, majd elnöntjük, hogy minden esetre Székelyhidon a mesterségek vagy szakmák palettája bővült, mégpedig egy divattervező műhelyjel. Köszöntelek, Zsuzsa! Én is köszönöm, hogy eljöhettem, és köszöntök mindenkit, minden kedves hallgatót. Hát igazából hivatalosan Murgúj Zsuzsa a nevem, csak a Facebook oldalamon még mindig Majorként vagyok jelen az az egyetem óta maradt így, mert ugye ott lánykori néven kell képviselnünk magunkat, és uh, úgy ismertek meg, úgy szoktak meg az emberek, és akkor ez így, így maradt a köztudatban igazából. Nem olyan rég született ez az oldal. Mesélne nekem egy picit, vagy nekünk egy kicsit arról, hogy uh, hogyan kezdődött ez a szerelem divatív iránti elkötelezettség? Hát uh, nem annyira új keletű, bárha így visszagondolok, mégiscsak elég sok éve elrepült a kezdete óta. Um, amikor befejeztem a, a liceumot, akkor uh, volt olyan annál a az út elválasztónál, vagy hogy is mondják ezt, hogy el kell dönteni, hogy akkor hogyan is tovább, ha kilépek a nagyvilágba. És uh, azt gondoltam, hogy mindenképpen szeretnék valami kreatív dolgot tanulni. És akkor nem is tudtam, hogy hova induljak, aztán tanácskoztunk így a családdal is, hogy mihez is lenne érzékem, meg kedvem, és csak így ötletként felvetődött az, hogy mi lenne, ha divatervezést tanulnék, és mondtam, hogy oké, okay, oké, okay, ez tetszik, meg vagány, de soha nem tanultam sem varni, sem a rajzolás terén nem jeleskedtem különösebben. És akkor mondtam, hogy oké, okay, én ezt nagyon szívesen belevágnék, de hol is kezdtem? És akkor az egész család ráállt a projektre. A bátyám Lali talált nekem egy nagyon jó akadémiát Debrecenbe, a Debreceni Művészeti Akadémiát, ahol kiderült, hogy pont a nekem való diákoknak alapítottak egy iskolát még sok évvel ezelőtt, ahol zérótól, teljesen az alapoktól, onnantól kezdve, hogy bemutatják a varrógépet, hogy milyen alkatrészei vannak, hogyan is fogjál hozzá, hogyha leülsz elé varni. Tényleg az egyenes varrástól kezdtük, és akkor által az ég mindent megtanítottak. A varráson kívül a szabást, a, ugye előtte a szerkesztést, maga a tervezési folyamatokat. Egy egész kreáció elkészülését végigvezették, hogy hogy is kell lépéstől lépésre véghez vinnünk az ilyesmit. Két éves volt csupán, de nagyon-nagyon jó alapot adtak ebben a szakmában, és nagyon sokat tanultunk, és rengeteget köszönhetek nekik. Aztán, amikor ezt befejeztem, akkor központ abban az évben férjhez is mentem, de úgy gondoltam, hogy szeretném még tovább fejleszteni magam ebben a szakmában, és megpróbáltam itt Váradon az Állami Egyetemen uh, ugyanezt a divat és stílus tervezést, mert úgy gondoltam, hogy a tervezés része, vagyis az, hogy amit én a fejemben látok, azt én papírra tudjam vetíteni minél érthetőbben és világosabban, uh, azt azért még nem kellene azt az oldalát, és uh, ezért elmentem itt is egyetemre, ez itt három éves volt. Um, az az igazság, hogy itt is rengeteg érdekes dologgal szembesültem, és nagyon sok mindent, új tapasztalatot szereztem. De konkrétan az, amiért elmentem, az igazából nem valósult meg, mert itt kiderült, hogy már eleve tudni kellene rajzolni, és csak feladatokat adnak, amiben ezt fejleszthetem tovább. De, de konkrétan senkinek nincs ott már ideje arra, hogy nekem ezt megtanítsák, hogy mégis hogyan csináljam. Úgyhogy ebből a szempontból nem, volt, nem hozta a teljesen az elvárásaimat. Mégis rengeteg olyan feladatot és kihívást adtak számunkra, amiben saját magunkat fejleszthettük tovább. És ugye egy-egy fél év végén, vagy egy-egy tanév végén, mikor tervezési feladatokat kaptunk, akkor ugye azoknak egy-egy darabját meg is kellett valósítani, és itt nekem már nagyon vagány alapot adott ugye a Debreceni Akadémia, és így nem kellett rábíznom másra azt, hogy nekem azt, azt amit elterveztem, létre is hozzuk. Akkor nagy előnybe voltál a társaiddal szemben, hiszen ők még nem bírták azokat a készségeket, amikkel meg is tudják valósítani azt, Úgy, amit eltervez igen. Így volt, mert ugye itt, ezen az egyetemen nem is uh, fektettek túlságosan nagy hangsúlyt, hogy ezt az oldalát is megtanítsák nekünk, ugyanis divattervezők nem is feltétlenül kell tudjanak varni, bár szerintem nem árt, hogy tudjuk, hogy az, amit elterveztük, megvalósítható -e egyáltalán. Uh, de nem tanítják ott, inkább a tervezés részére fektetik a hangsúlyt. És e, így nagyon sok társam, amit e, papíron eltervezett, azt ugye oda kellett adja korábban. hogy mondják ezt? Hát egy együttműk Együttműködni kellett varonőkkel, és e, kiadni a kezéből. Na és ezt én nagyon-nagyon örültem, hogy nem kellett megtennem. Tehát egészen a végéig ezt én meg tudtam fejezni és létrehozni, amit kitaláltam. És hogy sikerült a rajzal boldogulni, mert mondod, hogy ott azért nem fektettek nagy hangsúlyt arra, hogy rajz alapjaid fejlődjenek? Hát próbáltam én is ugye ellesni a többieknek, hogy hogy is csinálják, mint is csinálják. Azért nyaggattam én is a tanáraimat, hogy mégis mutassák meg, hogy hogy lesz ez élethűbb. Ugye a ruháknak a gyűrődése, humla, hullámzása, árnyékolása, az anyagiságának a megjelenítése az azért egy elég fontos részlet, amikor valamit megtervezünk. És szeretnénk ugye ezt közvetíteni a, annak, akinek készítünk, mert ugye, hogy én ezzel szerettem volna foglalkozni eleve, hogy ez a kedvenc részem. Tehát azt szeretem a legjobban, amikor úgy jön hozzám valaki, hogy nem tudja, hogy mit szeretne, csak szeretne valamit, és hogy az vagány legyen, és hogy így legyen hozzá, és akkor. Terveznem kell neki. Tehát nem konkrét képpel jön, hogy na ezt kérem és így kérem, hanem együtt megtervezzük, és akkor azt jó tudni levetíteni rajz, a rajzként, hogy mégis értse az a bizonyos illető, hogy hogyan is képzelem el rajta, hogy milyen is lenne. Ugye sokkal jobban megkönnyíti az egész tervezési folyamatot, hogyha annak van egy látható része, ami, ami világosan kifejezi, hogy miről is lesz szó a továbbiakban. Um, és hát igyekeztem, sokat gyakoroltam, próbálkoztam. Amikor, amikor valamit úgy elkezdtek is nagyon, benne vagyok, és csinálom, 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 akkor ugye egyértelmű, ezt gondolom mindenkinél így van, hogy egyre jobban azért csak belejövünk, belerázódunk, alakul, fejlődget az ember. De aztán, amikor nem foglalkozom vele, akkor, akkor viszont elfelejtődik. Igen, hát a jó kis magyar közmondásunk is azt mondja, hogy gyakorlat teszi a mestert. Pontosan. De úgy gondolom, hogy te már mestere vagy a szakmának. Szó sincs róla. Nem, egyszerre nem emlékszem pontosan, hogy ki, de valaki azt mondta nekem, hogy ezt a szakmát se fogod tudni teljesen kitanulni, és akkor egy pillanatra úgy meg is hőköltem, hogy miért mondja ezt, és aztán rájöttem, hogy azt értette alatta, hogy ez egy olyan terület, amit mindig-mindig lehet tovább fejleszteni, mindig fejlődik, mindig jönnek be új anyagok, új lehetőségek, új kihívások, és nap mint nap tapasztalom ezt valóban, hogy nem tudom kitanulni teljesen, mert annyira színes, annyira tág ez az egész szakma, hogy, hogy rengeteg mindent lehet tanulni, és szerintem egész életemben át fogok újat és újat tanulni. Tehát a mesterévé válni nem tudom, hogy lehet -e egyáltalán. Hát vannak bizonyos irányzatok valószínű ebbe is, mint a művészetbe. Látom itt a az oldaladon, aminek a címe Zsuzsim divattervező Műhely, hogy ha valaki rákeres a Facebookon, akkor uh, ilyen címszó alatt találja meg. Én látom az első alkotásodat, ami Gótika volt? Igen, igen, igen. Hát uh, ugye egyetemen, az egyetemen is, meg az akadémián is uh, megadtak konkrét témaköröket, ami alapján inspirálódhattunk a kiinduló pontként. És uh, azért az sokat segít egy tervezési folyamatban, amikor konkrét. Kiinduló pontunk van és alapunk. Viszont a való életben, már az egyetemen kívül, egy kicsit ez komplikáltabb. Például nekem is nagyon sokszor van olyan, hogy csak felvillan a fejemben egy-egy részlete van egy ruhának, egy alkotásnak, és akkor azt gyorsan hova is jegyezzem le, hogy ez ne tűnjön el. És nem, tehát nem konkrét egész ruhák sokszor, csak egy-egy részlet. Egy-egy villanás, egy-egy ötlet. És akkor azt felírom valahova, az eltevődik, aztán később újra eszembe jut, akkor újra tovább gondolom, és akkor szép lassan kialakul egy-egy ilyen terv, ötlet. Akkor olyan ez, mint a művészet, nem? Mint, mint amikor, hát nem te... tudom, egy költőt képzelek úgy el, hogy föl, mikor mikor homlokon csókolja a múzsa, és akkor fölvillan benne egy, egy gondolat, csak egy, egy vers töredék, és azt papírra veti, akkor te is így vagy ezzel, hogy vizionálsz valami, valami, valamelyik részletét egy ruhának, és akkor ezt gyorsan le kell valahova. Igen, igen, valahogy így szeretném azt hinni, hogy ez is egy művészeti ágazat is lehet a tervezés csak egy, csak egy funkcionálisabb oldala. Tehát uh, Tulajdonképpen szerintem maga ez, mikor tervezünk valakinek valamit konkrétan, amiben aztán ő örül magának, úgymond, vagy a látványának, a tükörképének tulajdonképpen is jól érzi benne magát, és jól szerintem, tőle. Szerintem ez a kulcs szó, hogy az a, az a jó ruha, meg a divatos ruha, amiben jól érzi magát pontosan, az ember. Pontosan, pontosan. Viszont azt mondod, hogy funkcionális, így megütötte a fülemet a szó. Hát én nem tudom, látok néha kifutókon olyan ruhákat, amiket nem tudok elképzelni, hogy valaha is viselhetők lennének. Igen, igen, ez ugye sokakat uh, szokott néha megrázni egy-egy ilyen uh, divat bemutató. Ott konkrétan úgy is uh, nevezik őket, hogy azok művészeti alkotások, aminek, amik üzenetet hordoznak, és csak annyi, hogy ugye emberek viselik, és viszik fel a kifutóra, uh, viszont nem a funkcionalitása a lényeg. Viszont amit én szeretnék, az én elképzelésem az, hogy a divattervezésnek egy funkcionálisabb, a hétköznapi világba behozott részét dolgozzam ki. Tehát ki, kilépni a hétköznapiból, a mindennapiból, hogy csak a boltok kirakatából lehessen öltözködni, vagy az internetről megrendelt ruhák, vagy ezek a tucat termékek. Egy kicsit ettől azért mégis legyen kiemelkedőbb, másabb, egyedibb, viszont nem ne menjünk el annyira a, a művészeti oldalára, hogy aztán elveszítse a funkcionalitását, a, a maga egyszerűségét. Igen, a Az imént ugye a költészetet említettem, de említhetném akár a festészetet is. Vannak bizonyos festők, akiknek van egy, -egy fix pontjuk, amikor festenek. Nem tudom, például a, a Györfi Andrásra gondolok most, akinek mindig egy piros gömb az, ami őt fémjelzi, arról mindenképpen megismerhetők a képei, néha paradicsomnak nevezi. Neked van-e a ruháid köz, ruháidon olyan névjegy, ami, ami mm, amiket magamnak szoktam tervezni, annak van. Amikor... És az mi? Hát van egy ilyen... Hát az életvidámsága, azt mondanám. Egy ilyen gyermekies hangulata. Hát, hogy nem fér bele semmilyen szabványba. Ha én jól értem? Hát valahogy úgy, olyan szab... Hát, ik, val, hát nem tudom ezt én megfogalmazni, mert igazából sose gondolkodtam el ezen. Viszont nemrég pont feltöltöttem néhány képet az oldalamra, egy ruháról, amit magamnak terveztem. És ugye nagyon rég volt már erre időm, hogy magamnak tervezhessek valamit. És egy kedves ismerősöm azt írta rá, hogy látott benne, mikor viseltem, és azt mondta, hogy olyan zsuzsis voltál, és akkor ez nekem olyan jól esett, és egy kicsit úgy éreztem, hogy, hogy ezt vehetem bóknak, hogy ez zsuzsis, hogy mintha maga ez már jelentene valamit, hordozna magában valamit, hogy hogy ez az én stílusom tulajdonképpen az én eszméimet hordozza. Igen, én is elolvastam a kis szösszenetet, ami megjelent a Facebook oldaladon, <coughs> Ugye, és ott kezdődött tényleg, hogy, hogy volt két pár azonos cipőd, aminek különböző, vagy szandála, inkább igen. azt hiszem, igen, ami, ami teljesen egyforma volt, csak különböző színű, és igen. akkor erre alapoztad igen, ezt teljesen, a zsuzsiságot. Igen, teljesen, igen. Tehát amikor azt felfedeztem, hogy hogy pont egy formák csak a színük különbözik, akkor mondtam, hogy ezt muszáj felemásan hordani, ezt nem lehet kihagyni, ez olyan uh, vagány lehetőség. És akkor uh, gyorsan elkezdtem gondolkodni, meg anyagot keresgélni, hogy uh, az árnyalatok ugye egyezenek, hogy ne legyen ez azért széteső, hanem ennek akkor az, 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 adjuk meg a stílusát és a módját, és akkor így szép lassanként uh, közben ugye, az oldalamat is próbáltam ö, ö, életben tartani, ugye közben foly, ö, folyamatban van ez, hogy bemutatkozzam az embereknek, egy kicsit közelebb kerüljek hozzájuk, vagy ők hozzám, nem is tudom, hogy ezt hogy mondhatnám, mert úgy érzem, hogy ha csak képeket teszek fel, akkor az konkrét, a, a munkáimat tükrözi. Talán, de mindenki azt lát bele, amit szeretne. De hogyha egy-egy történetet is hozzá tudok adni, el tudok mesélni dolgokat, akkor, akkor valószínűleg jobban megértenek engem is, a szemléletmódomat is, a munkásságom célját is, és ahogy felidéztem az egyetemi éveket, az akadémiát, a vizsgamunkaidőszakon. Akkor ugye újra előjött be ez a szírmozási technikám, ugye, amit annak idején kitaláltam, maga konkrétan ez az anyag, amit használtam most ehhez a ruhához, és hogy mennyire jó ez, hogy, hogy amikor kiszabok egy ruhát, és tudom, hogy minden apró kis cafat értékes tud lenni, mert aztán azt később kiegészítőként, vagy rátett mintaként fel tudom használni, és nem a kukában landol, annyira jól tud esni, és annyira szeretek vele dolgozni, hogy úgy örültem, amikor találtam a megfelelő színekben ezt az anyagot, és akkor szépen lassan, folyamatosan kelt életre, ugyanígy, ahogy beszéltük az imént, hogy először volt egy kis szösszenet, hogy hogy is osztam el az arányokat, hogy a két szín megjelenjen, aztán, aztán kezdett a formája alakulni, aztán közben ugye az időjárás is hozzátett, hogy, hűve, hogy milyen alkalomra tudom ugye felvenni, és akkor jött egy esküvő, amire meghívást kaptunk, és kiderült, hogy szeptemberben lesz, nem mondom, akkor már hűvös lesz, én eléggé fázos vagyok, akkor mehet a hosszú, lehet vastagabb az anyag, akkor ez pont jó lesz. És akkor szépen lassan, ahogy alakult, közben, ahogy szaptam kifele, a, a kis hullóanyagok, ahogy gyűltek, gyűltek, akkor mondom, akkor vigyük bele ezt a faragás, szirmozási technikát is, és akkor szép lassan, folyamatosan, lépésenként kelt életre. Tehát nem az volt, hogy kész, elterveztem előre az egészet. Ez igazából mindig jellemző volt rám, bár az egyetemen nem mindig volt ez előnyös, hogy uh, nem konkrétan uh, kész, elterveztem valamit átolzéig, és azt levetítettem papírra, és akkor az úgy maradt, és azt követtem, hanem mindig az alkotási folyamat közben jöttek új ötletek, újabb és újabb ötletek, és módosulások, és akkor uh, menet közben kelt életre az a bizonyos ruha, kreáció. Meg volt a kedvenc uh, darabod ed az eddigiek során, amit te terveztél hmm, saját, vagy valaki... Igazából mindig az aktuális, ami nép dolgozom, az szokott kedvenc lenni, de nagyon-nagyon szeretek kicsiknek dolgozni, mikor kisgyerekeknek, babáknak, hiszen annyira aranyosak, bármit készítünk nekik, és mégis annyi lehetőség rejlik benne. Viszont ami most aktuális kedvencem, az az, ami nép dolgozom, csak félre kellett tennem egy kicsit egy másik munka miatt, de most végre valahára, ugye hat éve kezdtem elvarni, és most először végre eljutottam odáig, hogy kiszaptam saját magamnak egy kabátot, pedig már van egy egész kupac anyagom, amit az évek során gyűjtöttem, és mondom, hogy na majd most, ebben az évben végre varrok magamnak egy saját kabátot. És sosem sikerült, sosem volt rá akában. Biztos vagyok benne, hogy nagyon színes lesz. Nem több színű lesz, de egyelőre nem szeretnék részleteket elárulni róla. Mi az a legnagyobb kihívás? Mert mondjuk, hogyha magának tervez az ember, akkor úgy ismeri magát, tudja, hogy mit viselne szívesen. Ez a kabát is olyan, amire elmondhatod, hogy évek óta készülsz, meg vágysz rá, akkor ez biztos nagyon testre szabott lesz. Mi az, ami a legnagyobb kihívás számodra ebben a divat szakmában, hát tervezel kis estéit, nagy estéit, vagy egész egyszerűen csak hétköznapokra valami, valami mást, ami a megrendelőnek az egyéniségét tükrözi, melyik a legnagyobb kihívás? Igazából én így konkrétan, hogy milyen típusú ruhák jelentik a legnagyobb kihívást, az annyira nem szokott különbözni, tehát mind egyedi, mindegyiknek megvan a maga kihívási szintje, és igazából mindegyikkel jön be újféle kihívás, amivel még nem találkoztam. Konkrétan most készítettem fiúknak kicsi férfiaknak mellényeket, és vannak ugye ezek a bevágott zsebek, és soha életemben nem készítettem az előtt, és akkor elővettem az összes tankönyvemet, videókat néztem róla, hogy hogy is kellene, és nem azt mondom, hogy nem tudom vállalni, mert nem készítettem még, hanem megbíznak-e bennem annyira, hogy most készítek először, és akkor ezt nekem is meg kell tanulni, bele kell jönnöm, be kell gyakorolni és megpróbálni, hogy sikerül-e. És ez nagyon gyakran így van, ugyanígy voltam annak idején a férfi nyakendővel, arról is azt konkrétan úgy történt, hogy vettem, mert a családban senki nem hord a férfiak közül, és vettem egy kész nyakkendőt, és szétszettem, és megnéztem, hogy hogy van összerakva, hogy tanulja meg, és a ballagó fiúknak tudja készíteni én is megkötős nyakkendőt. Tehát mindegyikben megvan a maga kihívása. Oda visszatérnék egy kicsit, hogy saját magamnak egyáltalán nem egyszerű, mint másnak a próba folyamat miatt, tehát saját magamra a legnehezebb felpróbálni, másokra nem annyira. Viszont a legnagyobb kihívás talán az jelenti, hogy, hogy elnyerjem az embereknek a bizalmát tulajdonképpen. Tehát az, aki, aki veszi a bátorságot, és eljön hozzám, és készítünk neki, és tervezünk, addig nem engedem el tulajdonképpen, amíg, amíg nem lesz elégedett, és tudom, hogy örül neki, és szereti a végeredményt. Bár így is előfordulnak hibák, tévedések, vagy ha olyan anyaggal dolgoztam, amivel azelőtt nem, akkor fordult már elő ilyesmi, hogy engem is meglepett a dolog például, gyöngyös, nagyon díszes anyagot a gép nem is vitt, és készre kellett megvarni. Tehát így is történnek ö, apró balesetek, de azt ügyekszem, mindig kiavítani és ö, helyesen tovább lépni. Viszont ö, például ö, a mennyasszonyi ruhákkal úgy érzem, hogy, ö, hogy az emberek ö, Ugye az a életük legfontosabb napja, és akkor a Igen, az ruha, ez a nagy kulcsa a nő életében, ez egy nagy, nagyon fontos rész. És uh, még mindig úgy érzem, hogy kevesen hiszik azt el, hogy mi is el tudjuk készíteni, ő és én azt, amit ő megálmodott. Tehát nem muszáj neki uh, ezer boltot feljárni, vagy az interneten keresgélni, vagy esetleg vagy bérelni, hiszen a bérlési árak is manapság akkora összegeket jelentenek, amiből mi átolszéig el tudjuk azt a ruhát készíteni és merhetnek elképzelni saját magukra valamit, nem megelégedni azzal, ami, amit a boltokban kínálnak, és felpróbálni, hogy na ez jó rám, vagy nem jó rám, tetszik-e magamon, vagy nem, hanem el tudjuk tervezni, meg tudjuk valósítani, és, és nagyon szeretem is készíteni ezeket, tehát a sajátomon kívül vállaltam már másoknak is, és úgy örültem hogy, hogy megbíztak bennem, és ezt megvalósíthattuk. És hát van egy másik nagy előnye azon kívül, hogy az ára majdnem ugyanannyi, mint hogyha bérelné. Több előnye is van. Az egyik az, hogy pont olyan lesz, amilyet ő elképzelt a te segítségeddel, a másik az, hogy megmarad neki. Igen, mert azért megvásárolni manapság egy mennyasszonyi ruhát néha úgy meghökkenek egy-egy áron, hogy hogy egyszerűen képtelenség, nem tudnék, ha akarnék se elkérni annyi összeget, csak azért, mert az egy menyasszonyi ruha, nem egy egyszerű estélyi ruha, mert, mert nem tudom, mi kerül annyiban, a, amik, amik a boltokban kaphatóak. És most nagyon örülök, mert jövőre is van mennyasszonyi ruhaterv, amit el kell készítenem. És az egyik legjobb barátnőm is férhez megy jövőre, és én valósíthatom meg a ruháját. És nagyon izgalmas az egész, és örülök neki. És igazából minden egyes projekt, ugye ezt szeretném még a végére elmondani, hogy minden egyes új találkozás az emberekkel, akik eljönnek hozzám, minden egyes ruha megtervezése, elkészítése, a próba folyamatok, egy-egy új élmény, egy-egy új kapcsolatot jelent. Ugye ez egy elég bizalmas folyamat, ugye ruhát próbálunk, közel vagyunk egymáshoz, hozzáérünk egymáshoz tulajdonképpen, közben rengeteget tudunk beszélgetni, megismerni egymást, és nekem ez mindegy egy fontos szakasz az én életemnek, amikor emberek eljönnek hozzám, és elkészítek nekik valamit. És aztán, amikor a végén kész van, elkészül, és az emberek azt elviszik, megköszönik, ígérgetik agyba fébe hogy küldenek képeket majd, aztán ez vagy sikerül, vagy nem. De egy kicsit olyan, egy kicsi szomorúság is van ott bennem, úgy ott marad, hogy úgy érzem, hogy addig, amíg ez a folyamat tart, addig közel kerültünk, és, és az életem, a hétköznapjaim részévé váltak, az emberek is, úgymond. És aztán ugye nagyon sokáig, amíg nem lesz esetleg egy, -egy új alkalom, amikor újra jöjjenek hozzám, nem találkozunk. És marad egy ilyen hiányérzet. Hát ehhez valószínű, hogy hozzá lehet szokni egy idő Igen, után. Igen, meg van egy ilyen ragaszkodás is kicsit, aztán ez egy olyan mélységes folyamat, míg eltervezzük azt, amit, amikre ők vágynak, és, és ugye együtt összedugjuk a fejünket, tehát ez nagyon fontos, hogy amikor elkészítünk valamit, akkor az egyáltalán nem csak rajtam múlik, hanem azon a bizonyos emberen is, aki eljött hozzám. Mert az egész úgy kezdődik, hogy leülünk és beszélgetünk, próbálom megismerni az ízlésvilágát, hogy mi tetszik neki, mik a színeket, az anyagokat, a formai világot. És akkor utána szépen folyamatosan együtt ötletelünk, Elképzeljük ugye a dolgokat, hogy hogy is lenne jó, akkor próbálkozunk, az anyagot ugye ha megveszem, akkor azt sem szoktam úgy, hogy nélkülük. Tehát általában kommunikálunk akkor is, amikor épp veszem az anyagot, vagy képeket küldök, hogy ehhez mit szólnál. És az egész együtt, együtt hozzuk létre az egészet. Nagyon érdekes, amit mondasz, és szívet melengető a lelkesedésed. Én azt kívánom, hogy nagyon-nagyon sok elégedett vevőd legyen, és mindenkinek azt ajánlom, aki nagyon egyedi darabot szeretne, és személyre szabottat, az akkor keressen téged megtalálható vagy akkor a Facebookon, azt mondjuk el még egyszer Zsuzsim divat tervező műhely, ott lehet rákeresni, és akkor ott lehet neked üzenetet küldeni valószínű, hogy arra vagy a személyes profilomon is, tehát ez nem jelent különbséget. Ami még mindig Zsuzsa major, major Zsuzsa, igen. igen. Pedig azóta férjhez mentél, de ezt már említetted a, az adás elején és azóta még egy gyerkőccel is szaporodott a család, erről nem beszéltünk még. Igen, és a tervezési folyamatnak általában ő is nagyon aktív része, mert az emberekkel, akik jönnek hozzám, nagyon szívesen teremtő is kapcsolatot, és csalja el őket a próbáról sokszor játszani, beszélgetni, csevegni egyet-egyet, úgyhogy ő is nagyon jelen van a műhelyben általában. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. A Én hallgatóknak pedig ajánlom, hogy iratkozzanak föl YouTube csatornánkra, megtalálhatóak vagyunk Facebookon, Instagramon, Spotify-on is. Hallhatóak vagyunk mindenkinek. Szép napot! Köszönöm, Zsuzsa Szerbusz! Viszlát!